Istennek fia, aki született Jászolyban, ő lesz emléktek üdvözítőtől valóban, valóban. Közös énekléssel kezdődött a felsőzsolcai férfi népdalkórus hagyományos évadzáró rendezvénye a Pokolcsárda külön termében. Hát idén is, mint más években rengeteg helyen jártunk, környékbeli dalos találkozókon, azoknak a csapatoknak a meghívására, akikkel egyébként is mindig jó viszonyt ápolunk. Volt egy nagyon szép gála műsorunk, a 25 éves évfordulónknak egy szép zárása, bár már belecsúsztunk a 26-ba, de ennek ellenére október 5-én nagyon szép létszámú közönség előtt sikerült a rendezvények házában egy produkciót nyújtanunk. Városi rendezvényeken, szinte mindegyik olyan rendezvényen, ahol egy népdalkör énekelhet, ott vagyunk, éneklünk, és hát remélem, hogy a jövőben is így fog ez történni. A férfi népdalkör idén ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. 2014-re több célkitűzése volt a felsőzsolcai férfi népdalkörnek, ezek között szerepelt a csoport utánpótlás kérdése, a népdalkedvelők megszólítása. Népdalkör 2014-ben három fontos célt tűzött ki maga elé. Egyik legfontosabb, hogy szeretnénk, hogy 26 év után ez a férfi népdalkör felfrissüljön, fiatalabb korosztályok is jöjjenek és énekeljenek. Több embert megszólítottunk, jöttek is néhányan, akik még aktív dolgozók, meghallgatni, hogy mit csinálunk próbára. Az esetek nagy többségében az ok az volt, hogy nem jöttek el, hogy a hétvégeken nem tudják vállalni, hogy jöjjenek velünk szerepelni, mert a munka az fontosabb számukra. Tehát úgy gondoljuk, hogy a 60 év körüliek, vagy a nyugdíjba rögtön közelmúlva vonulókat kell majd megcéloznunk, hisz a meglévő csapat azért olyan 70 felett van már. Tehát úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy itt Zsolcán ez a 26 év folytatódjon, és az a színvonal, amit a magyar népdal tolmácsolásában mi elértünk, az megmaradjon. A másik nagyon fontos természetesen, hogy itt a városban, amit lehet, mindenfajta alkalmat ragadjunk meg azért, hogy a gyerekek körében is a magyar népdalt is, de a magyar nótát is, hát sokkal inkább népszerűsítsük. Ennek fontos feltétel az, amit a Együtt Felsőzsolcáért Egyesülettel szervezünk, minden év tavaszán gyerekek részére magyar népdal és nóta verseny. És az elmúlt években 30-35 gyerek jelentkezett, ha ezt folytatjuk, akkor valószínű néhányan azért köztük lesz olyan, aki visszajön majd a középiskola után, és itt a városban természetesen megfelelő módon fogja képviselni a magyar népdal ügyét. A harmadik, amit én szeretnék ebben a folyamatban, az, hogy más szervezetekkel együtt, ilyen, hogy a civil szervezetekkel együtt, minél több ember töltse kellemesen, szórakozzon kellemesen minél több alkalmat. Itt a nyugdíjas klubra gondoltam, itt az Együtt Felsőzsolcai Egyesületre gondoltam. Elindult ez a folyamat, de úgy gondolom, hogy tovább kell folytatni, mert az a tapasztalatom, hogy az emberek jelentős része a kulturális életben nem kapcsolódik be eléggé. Bezárkóznak az emberek, pedig egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőséget kínál, és szélesíteni kellene ezt a tábort, hogy az emberek minél többen tényleg kikapcsolódjanak, akkor, amikor nem csak már nyugdíjas, hanem még aktív emberek. És itt rengeteg tennivalónk van. Én úgy gondolom, ebben eddig is sok segítséget adott
az Olca Televízió és a Hírmondó is, mert minden egyes alkalommal bennünket propagálnak. A jövőt tekintve is mindenkivel szeretnénk összefogni ennek érdekében.